Mint az újoncok általában, a nyíregyházi együttes is azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy kiharcolja a bennmaradást. Hamar kiderült, hogy az NB2-höz képest az NB1-B zöld csoportjában jelentősen magasabb a színvonal, így időre volt szükség ahhoz, hogy a játékosok alkalmazkodjanak a magasabb osztályhoz. Az alapszakaszt végül 6 győzelemmel és 16 vereséggel zárt a Nyíkcseszeg Fűbútor. Az alsóházi rájátszásban a Bonyhád elleni harmadik meccset 2 ponttal bukta el Savics Brán együttese, majd a Kecskemét U23 ellen is a harmadik meccs döntött az ellenfél javára. Az egyesület elnöke a kiesés ellenére sem bánta meg, hogy elindultak a harmadosztályú bajnokságban. Ez óriási terhet jelentett az egyesület számára, de nyilván a tapasztalatok terén én úgy gondolom, és az imidzset tekintve megérte. Azért országos szinten megmérettethettük magunkat felnőtt bajnokságban, és igaz, hogy még az utánpótláskorú játékosaink nem állnak készen egy ilyen szintű bajnokságban jól szerepelni, de számukra is hasznos volt, és mondjuk az U18-as csapatunk küzdötte végig az U20-as bajnokságot a felnőtt mellett, ami azt gondolom, hogy egy hihetetlen életre szóló élményt jelentett a fiúknak, ráadásul az U18-as bajnokságban előnyükre volt, hiszen egy más játékrenddel, egy keményebb bajnokságban való szerepléssel sokkal jobban tudtak küzdeni, és sokkal jobban tudtak játszani a regionális U18-as bajnokságban. Mint a csapat vezetőedzője, Savics Bráni elmondta, az anyagi lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy erősítsenek, így az NB2-ben szereplő kerettel vágtak neki a bajnokságnak. Menet közben szembesültek azzal, hogy már a harmadosztályban is képzett kosarasok szerepelnek a csapatokban. Én nem tudtam, milyen eros ez az a csapat. Én gondoltam, hogy ez jó munka és ez jó stratégia, tudunk bemaradni. Ami nem nagyon hiányzott, hogy bemaradunk, egy apróság nincs, nem volt se szerencse, nem volt se semmi. És pedig most tudom mondani, hogy egy-kettő minőségebb, játékosabb, ami tudok, ami vezér legyen, és aki tudok tolni másik csoportás is, simán tudunk bemaradni. Most már ezt tudom. Így, hogy ez a realitás sajnos, pedig még mindig kezembe volt, tudtunk így is bemaradni a ligát, csak tényleg nem volt szerencse. Egy pár jó meccs játszottunk, volt is meccs, aki nem voltam nagyon boldog, mert amit én kértem, a csapat harcolás és magas energia mindig be kell rakni a pályán, és ha a másik csapat jobb, akkor gratulálunk és menjünk tovább. Bár a Nyíkcseszeg Fűbútor kiesett, elképzelhető, hogy a szövetség 14 csapattal írja ki a bajnokságot, így a nyíregyháziak ismét ott lehetnek a zöld csoport mezőnyében. Persze csak akkor, ha sikerül megteremteni az induláshoz szükséges anyagi hátteret.